És most egy szeretettel köszöntök mindenkit, én Kaci vagyok, ezt pedig itt a Mire E3-ig számolok, sorozatunk harmadik epizódja, ahol a PlayStation és az EA konferenciájáról, vagy az általuk bejelentett játékokról, meg az általunk legjobban várt játékokról fogunk beszélgetni. Ez ugye azért is lesz már egy kicsit különleges adás, mert hogy a PlayStation is, meg az EA is, igazából kivonult az E3-ról évekkel ezelőtt, és a Sony is saját sót tart, meg az IE is most már egy ilyen IE Play keretében próbál egy kicsit közelebb kerülni a rajongókhoz, és nem annyira a szakmát lenyűgözni, ugyanakkor azért nekünk is tartogatnak izgalmas meglepetéseket, és um, néhány perccel ezelőtt robbant gyakorlatilag az új Battlefield bomba. Um, én bevallom őszintén, hogy még nem is láttam a Reve-t, úgyhogy már itt a srácok mesélnek erről, hogy, uh, hogy mi is volt. Nagyon izgatottan várom. Uh, azt mondják, hallanak és látnak remélhetőleg minden, minden rendben lesz. Na de, ha itt készen állunk, akkor engedjétek meg, hogy ne is húzzam tovább az időt, ha már így is késtünk egy kicsit. A mai beszélgető társaim HP Mazur és Csirke lesznek, akik már itt is vannak a stúdióban. Hello! Csiri, te le vagy némítva szerintem. Vagy az újra telepített uh, hangkártyád az uh, tönkretett valami. Ne, 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 <laughs> Úgyhogy nyisd meg újra Csirke a beszélgetést. Gyorsan, gyorsan kizárjuk a beszélgetésből! <laughs> Csirke mindjárt megoldja az audio És te hónap, hogy vagy Mazúr, mesélj! Várjál, de a Mazúr is le van halkítva. Mazúrnak... Mazúr Mazur az a saját gépében volt a probléma. A piros Jó, volt a, a mikrofon, nem csak, pedig. Csak fölálunk, Csak fölállunk. belejövünk ebbe, Annyi... belejövünk ebbe hamar. Annyira, annyira iridlem, hogy van egy ilyen mazur badge a chatben. Én is akarok badge, meg badge Megkényszer bedzselődni. Hogyha szabad ezt így mondani. Hát jobb konszenzusos alapon bedzselődni szerintem. Igen, én is ezt gondolom. Hallunk, hallunk, a hallunk, Van egy ilyen kis helikopter és hangod, de hallunk téged. Jó. Na, akkor nagyon jó. Razer mindent a világon föl is talált, és most már nagyon örül. Na. Szuper. Kaci, most te is mondj valamit. Mit te most Igen. Sziasztok, sziasztok. Engem is lehet hallani? Kicsit Sőt. halkan, de én legalábbis halka halak, de uh, majd megmondják a kedves nézők, hogy. Mindig mindig a... panaszkodsz, hogy én halk vagyok. Én nem, nekem van egy ilyen érzékenység, mert halk érzékeny vagyok, és, és valahogy nekem nekem mindig halk a kaci, de, de figyelj, csináljunk egy kontrollcsoportot ebbe a streambe. Kedves nézők, mondjátok meg, hogy a kaci elég jó hangerő, -e, mert én mindig úgy érzem, hogy ő halk a többiekhez képest, és én szerettem a hangját. Azt mondja Áber, hogy nálak a kaci tökéletesen hangzik, akkor lehet, hogy nekem van problémám. Lehet, hogy nekem az én, az, én nekem a kaci hang frekvencia érzékeny. Hihetetlen <laughs> <laughs> Oké, okay, srácok, túléptem ezen, akkor ez csak az én nyűnyökém. Akkor a Kaci Jó, szépen jól. felvezett a dolgot, szerintem, szerintem ugorjunk is rá a témára. Most két olyan, ugye mire el 3 ig számolunk, de alapvetően nem számolunk L3-ig, mert... Igen, ez most pont a két olyan csapat, számol. Mondjad, Csiri, mondjad, mondjad. Ja, semmit, nem csak, hogy ez pont két olyan csapat, akik, akik igazából az E3-ról dobbantottak, és az egyik az saját sót csinál júliusban, a másik pedig még azt se tudjuk, hogy mit csinál, de rengeteg olyan játék van a line-upjukban, amit borzasztóan várunk. Néha ők sem. Néha ők sem tudják, mit csinálnak. Azért, amit az, e, amit az EA művelt az E3-ak alatt, mellett, vele állt ellenben, mert volt, ugye volt olyan, hogy az E3 egyik helyszínével szemben lévő hotelben tartották egy e 3 az egyáltalán nem kapcsolódó rendezvényüket. Ők Ök így egy hamar le, leválasztottak, de de az ő show azok valamiért egy jó játékok váltottak és átkötéseket. Tehát azért mindegyen emlékszünk a Lisztben forgatott Zekefronra, meg Pelére. Szóval... Hát a, mondjuk azt, hogy nem csak a Zekefron, azon az estén ott mindenki nagyon furán viselkedett. És a Csiri, a mikrofonod az olyan, mint a sasáé szokott lenni, az ilyen a, az ilyen térszuszogás fe... igen, 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 Kaci már, Kaci már segített, amit észrevetettek ők. Hogy? Két ez mi? Hát, az egyik kockából egy a másikból. Oh my god! Ez igen. a durva Emlékeztek, szóval. amikor checkpointban végig a sasának így az az ilyen nazális fújtató hangja végigkísérte a beszélgetést gyönyörűen? Na, szóval mindannyian emlékszünk az EA Play-nek az ilyen kellemetlen pillanataira a, a presó, amikor próbálták valahogy kivágni azt, hogy a szúp képtelen letenni a gyót, az is egy nagyon vicces Battlefield <laughs> jelenet volt. De hát mindegy, meg a ennek a maga... Összes a összes streamje nagyszerű, a, zöld háttér előtt a levegőben élesen megálló füsttel, ez az, 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 mindig mindig adnak egy különleges hangulatot. <laughs> Melyikkel kezdjük? Most akkor beszéljünk a Battlefieldről, ha már... Nem. playstation nem? a playstation kezdjük, jó. jó szerintem, mert... Hát főleg azért, mert nem tudjuk, hogy a Playstation ő, ő egyetelen fog-e valamit tartani, de hát szinte biztosak lehetünk azért benne, hogy valami lesz, egy, egy State of play azért mindannyian remélhetünk szerintem, de igazából azért azt meg kell hagyni, hogy e, a, azzal ellentétben, ahogy az IE a show szervezi, a Sony mindig is nagyon-nagyon tudott sót csinálni, és, és teasingelni, és azt hiszem, hogy erről Mazur tud igazán mesélni személyes élményeket, a, a, a mi, hogy milyen ott lenni, amikor ezek a nagy bejelentések történnek. Hát volt egy ilyen, csepp, nem csak pontosan, hanem Microsoft éjszakák beszélgetés, ahol felmerült, hogy kinek mi volt a legnagyobb E3-as élménye. És, és mondhattam a többet is, de, a, de a, talán a legerősebb volt, az a God of War bejelentése volt, amikor azzal indult az egész műsor, hogy, hogy megszólalt a nagy zenekar, fények, elindult a film, elképesztő tud ez lenni, és a, a nem tudom, egyébként a Raising Kratos című ö, dokumentumfilmet a God of War készüléséről, a Youtube-on fenn van. Egy ilyen, Én nem sajnos. Már má, órás, másfél órás dokumentum, nagyon ajánlom, mert nagyon-nagyon jó és abban, abban hosszasan ö, körüljárják ezt az e hogy nekik is a csapatnak ez az első ilyen igazán fontos visszajelzés, és hogy mennyire meg, megérintette őket, hogy ott látták, hogy az emberek őrjöngenek. Én is hozzatettem a magamét, én is őrjöngtem. Nagyon vicces volt pont a viáros os rácok ültek mellettem, a, a Pisti és a Jani, és a, 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 nem, nem tudom nem úgy mondani a történetet, hogy nem ne, hogy ne, hogy ne mondjam ki a szolgáltató nevét, mint a viccben, de ettől volt igazán vicces a sztori. A, amikor a, emlékeztek ott a játék elején, amikor a, a, bemennek, bemegy a Kratos és a fia a, egy, ilyen, egy ilyen romos erődbe, és ilyen csonti, lények jönnek elő, és a Kratos megfogja az egyik csontit, és így hozzácsapja egy -e fejénél fog, vagy egy kőhöz, és így flöttyen repülnek a csontszilánkok, és ilyen iszonyat látva is az egész. És ugye a, VR pisti, így a maga érces hangja, ilyen kicsit így örhajú rá, hogy az volt ott a Microsoft! Na, pusztulnám a nevetéstől, szóval mindenkire hatott, amit a Playstation ezeken a sokon művelt. Kaci, Kaci te, 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 amikor kim voltál, akkor mi volt a Sony Show? -n? Most nem emlékszem, hogy melyik évben voltál kim. <gölőző tökékké> ne, nem hallunk, Kaci. A vásárlásos. A, a... a vásárlásos a a a sztori, igen. A, akkor pont nem voltam Sony Show, mert akkor végül nem engedtek be minket, de a paca elzavart, hogy vegyek egy tisztességes nadrágot, meg egy galléros pólót, mert különben nem fognak minket beengedni a Sony konferenciára, és aztán vettem Galléros pólót, nadrágot, bőrövet és minden egyebet is Los Angelesben, majd nem engedtek be minket a Sony konferenciára. De az előtte lévő évben az is egy színházban volt, amikor egyedül voltam kint, és ott is volt zenekar, akkor nem is tudom, hogy mit, Antsartidot un talán fogalmam sincs, de valamit, uh, hogy volt, volt, tudom, hogy nagy zenekari kísérlet, meg őrjöngés, meg ilyenek, és nagyon fancy volt tényleg ilyen, piros ülések, meg, meg nagyon nagy, az egyik legpatinásabb színházba volt az egész, de annyira kicsi volt a hely, hogy így be voltunk szorulva a székek közé, tényleg, hogy így a térded már benne volt az előtted lévő nyakában, és én emlékszem, hogy mellettem kettővel ült a Jim Ryan, meg még két Sony top-top executive, Uh, és ugyanúgy, csak én farmerből ültem. oda, te van egy meg... PS Plus először is kérhetnék. Ők meg öltönybe, de ugyanúgy így be voltak szorulva a székek közé, és kényelmetlenül nézték végig azt, a, azt, az egy órás előadást. És nem kis ember a Jim Ryan. Um, de, de igen, és tök, tök érdekes volt, amikor, amikor a pacával együtt voltunk, akkor így a konferenciára nem jutottunk ugye be, de aztán volt a Szonunak egy külön sója. És akkor... te hát, nem, a paca, de. A, a pacca paca volt bent a Persze, ugye hát, akkor csak én annyi, volt, én nem annyi, volt a sztori, hogy egy fős meghívónk volt. És Paca kitalálta, hogy ha tisztességesen fel fogsz öltözni, akkor biztos beengednek titeket ketten, hiszen miért ne engednének be két embert, amikor egy ember van meghívva? Végül? De ezt a paca, paca mire alapozta? Hogyha hogy, ha nem hogy egyedül néz, de egy jól öltözöttet viszel magaddal, akkor igen. jó. A, 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 Úristen, mert Diszkóban. Ez bejött a taktika biztos egyszer, és gondoltam, Igen, <laughs> extrapolált. Igen, ez az az E3 volt, de amikor... a Igen, helyszínről helyszínre vezették őket, és mindegyik helyszínen egy új játékot mutattak be. Emlékszem, hogy akkor volt a Ghost of Tsushima, ilyen nagyon nagy videós reveal, meg ilyenek, és Paca folyamatosan írta, hogy és ha ah, izé, most, most éppen itt állunk sorba, mert innen visznek át minket oda, és ez meg az, a Kaci meg akkor überezett hazafelé a hotelbe. A nagyon olcsón megvásárolt a Jó, jó, jó drága volt a galléros póló, meg a szép nadrág? azóta is egyébként a pólót azt szeretettel hordom, a nadrágot már elkoptattam, de nagyon nehéz volt az én egyébként nem kis hátsomra a nadrágot választani, mert hogy ahova bementem gatyát venni, ott kizárólag slimfit és skinnyfit nadrágok voltak. Nagy um, esélye lennék törzsvásárló. De hogy úgy képzeled, hogy itt volt a, nem tudom, a Céundán, ahol én nadrágot néztem, és itt volt mellette a Five Guys. Tehát egy szomszéd ajtóban, tehát én nem tudom, hogy ki az, és ha az, ki... kiborulsz azon, hogy túl nagy akkor, akkor, már egy ilyen vigasz bemehetsz Igen, egy ilyen 4000 kilokalóriás ekkora kétkezesre. Na de van ebben valami üzleti stratégia is, hogy megveszed a nadrágot, és aztán baromi gyorsan bemész zabálni a Five Guys-ba, és már, már jöhet a következő méret, bár nyilván Na mindegy, mi ott nem lennénk törzsvásárlók, viszont ha már, ha már fölmerült a God of War, mint emlékezetes élmény, akkor, akkor mit gondoltok -e erről a második rész körüli szerencsétlenkedésről, amiről még ugye mindig nem tudunk hivatalos címet, bár egyszer már fölkerült egy Sony prezentációra, ahol kiderült a részvényeseknek tartott Prezin, hogy a kedves kollega a netről levadászott egy rajongói Ragnarök logót, és azt fölhegeztette a, a time, time plan a következő évre, és akkor mindenki rárepült, hogy a, akkor hivatalosan is bejelentették, hogy Ragnarök, aztán gyorsan szólt a Sony, hogy Ö, hát a kollega egy kicsit túlbuzgóan használta a google de hogy valójában nem ez, és hát a, nem, nem, volt egy túl jó vízhangja, főleg nem, a, főleg nem az alkotóknál, akik ezt így nem, nem így tervezték volna, hogy ez, hogy ez így legyen. Na mindegy, szóval, szóval szerintetek a koragnarök? Én, én két dolog miatt vagyok szomorú a az új Gadofor kapcsán. Az egyik az ugye az a rengeteg fenyegetés, meg, meg ez a botrány, ami most kerekedett, hogy, Na, hát hogy kapják, a, kapják a kapják a random fejlesztők, meg dizájnerek a savat, meg a, a halálos fenyegetéseket, hogy elcsúsztották a játékot, mikor nyilvánvalóan ők aztán végképp nem tehetnek róla illetve a másik dolog, ami kicsit feszélyez, az az, hogy ugye azt tudjuk, hogy biztosan nem fog megjelenni ez a játék idén, tehát hogy biztosan 2022-re fogják csúsztatni, ugyanakkor az is biztos, hogy nem csak PS5-re, hanem PS4-re is meg fog jelenni. És én abszolút értem, hogy a Sony nem akarja hátrahagyni azt a sok tízmillió usert, aki még PS4-en játszik. Meg főleg ebben a helyzetben nem is tehetik meg, mert valószínűleg, ha már boldog-boldogtalan hozzájutott volna a saját PS5-jéhez, akkor ők is szívesebben meglépnék ezt, hogy akkor menjünk csak PS5-re, gyerekek. De most nyilvánvalóan így, hogy nem lehet kapni ezt a konzolt sehol, így így ezt nem tehetik meg. ugyanakkor meg azt is láttuk, nem tudom, akár a, a Returnal kapcsán, vagy most a Recit kapcsán, hogy igenis az, hogyha nem kell egy tíz évvel ezelőtti hardvert figyelembe venni a fejlesztéskor, akkor sokkal szabadabban dolgozhatnak a designerek, és grandiózusabb dolgokat tudsz letenni az asztalra, és igenis ez a, az innováció kulcsa, hogy ne kelljen a, azon a tíz évvel ezelőtti hardveren is futni ennek a játéknak, amin annó a Black Flag is csak 900p-vel tudott futni. Szóval, hogy ez, ez, ez engem... Jó, egy de az azért van egy elég jó szensz. engine jó, A God of ilyen, hán, azért persze. gyönyörűen nézett ki már, 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 már prón is, és, 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 szerintem azt fogják használni. E, és nyilván megvannak a maguk ötletei arra, hogy még a PS5-ös hogyan turbozzák föl, de ettől függetlenül, amit mondasz, az jogos, meg most Viszont, már te is érzed, hogy azért a 60 fps az ó, nagyon sok hát játékban ég föld. Hát a God of War, God of War és ps 5 Pont, pont most ps így van, pont most ps 5 belenéztem én is, hogy amikor fel 60 fps-ítették a God of War akkor éreztem meg, hogy áh, szóval nekem még, még ez hiányzott volna, és öh, döbbenetesen jó. De ez ugyanolyan, mint a Tsushima, hogy... hogy az PS5-ön a Cusimát játszani gyerekek, az egy, az egy álom. A Days gone játszani PS5-ön, a 4K60 FPS-sel, egy csoda, egy, egy, újra végig fogom játszani a játékot olyan szinten, végre, végre beérte magát technikailag, ugye fel is peccselték azóta, most már nem annyira bugos, mint amilyen az elején volt, és ö, elég szilárdan és szépen fut, és, Szóval nagyon érződik, hogy, hogy a nyers erő mire képes, de abban én egyetértek a kacival, hogy ugye most azt látjuk, hogy tolódik ki a mind a két konzolnak ezzel szerintem az életciklusa, mert az előző generációt a hardware problémák miatt egyszerűen a Sony nem tudja és nem is akarja még elengedni üzleti okokból. Ez viszont lassítja a, a, a PS5-nek az eleve a felfutását. Ami nem feltétlenül baj, csak attól félek, hogy... hogy hogy ezzel, ezzel egy kicsit úgy, úgy úgy belassul minden, és nem tudom, hogy ezzel magát a PS5-öt mennyire tolják ki, vagy ez majd mennyire fogja vissza esetleg a PC gaming fejlődését, mert mondjuk lehet, hogy csak három-négy év múlva beszélhetünk igazán next-gen konzolfejlesztésről, vagy játékfejlesztésről, amikor már végre hajlandóak lesznek elengedni a, a cross-gen megoldásokat. Hát nem tudom, hogy ezt le, most az például ps exkluzív, és olyan is, hogy is néz ki. De nem véletlenül. Szóval azért ez nincs elengedve, mármint mi nem véletlenül. Mert nyilván az, nem véletlen, hogy... de miért? Igen, ö, szerintem azért, és ez, ez a nagyon fontos, most elsoroltatok olyan PS4-es játékokat, amik PS4-en is szuper játékok voltak, és nyilván most még jobban, meg még szebben futnak PS5-ön. A recsitet nem tudták volna megcsinálni PS4-en mert a recsitben a dimenzióváltást azt egész egyszerűen egy HDD nem bírja el kell hozzá az SSD. Ja, 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 erre gondolsz. Igen, És erre van, gondoltam, hogy, hogy, hogy a mechanikák lehetnek itt vízválasztóak, ha a God nem lesznek ilyen mechanikák, amik ilyen szempontból technikai igényesek, mint a recsétben a dimenzióváltás, akkor az a játék szerintem meg tud jelenni gond nélkül PS4-en is, mert PS4-en el fog menni felskálázó meg 30 FPS-sel, PS5-ön, meg 4K-ba 60-nal, meg raytracing-gel, meg kutyafülével együtt. Hát, hogyha, az, hogyha ilyen sima lesz, és ilyen grafikai minőségű, mint most a God of War VS5-ön, így 60 FPS-ben, én az esküszöm nektek beérem. És az, hogy grandiózusabb dolgokat, a grandiózusság tekintetében sem volt szerintem az előző, vagyis hát a God of War nak szégyenkezni való, azért tele volt olyan jelenetekkel. Nyilván értem, persze nem az beszélek, amit a Kaci mondott, mert az egy teljesen valid szempont, de, ezek hiány is biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon hogy jó játék születhet ebből. Nagyon, nagyon, hiszek ebben a csapatban az alapján, ahogy... Meg tényleg, tényleg javaslom azt a, azt a Racing filmet megnézni, mert több szempontból is nagyon izgalmas végigkövetni, ugye. Meg látni még a, a táskák nélkül, még a szemmel nincsenek nincs annyi táskul a a végére már jóval fáradtabb lesz. Úgyhogy egy-öt hát végül is. Pont, a, pont jó is, hogy mondod, pont a Kori Barlog volt, aki ki kis-twitterezte a... Hát ott egyszerűen már csak a, a klasszikus pikárd mémet tudod, a szenvedő fészpálmos mémet, ugye, amikor, a, amikor a Ragnarök kikerült erre a Sony prezentációra, hogy ennyi volt a hozzáfűzni valója. Úgyhogy én nem csodálom, hogy szegénynek most lehetnek még a szem elatt. De egyébként, amit mondasz, hogy ez a, ez a halálos fönyegetőzősdi, meg ez az állandó baszakodás, ez, ez végtem kiábrándító egyébként, hogy emberek ennyire képtenek megbirkózni dolgokkal. Egy, egy eleve egy olyan világban, ahol az elmúlt két év rettentesen nehéz volt mindenki számára, lehet, hogy lennének fontosabb dolgok is, mint azon is iránkozni, hogy most, ja Istenem, mi, 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 mihez nem jutok hozzá éppen azonnal, Úgyhogy a sorkatonaságot kellene visszahozni. Hú, ez érdekes ugrás volt. Másrészt meg látszik azért, hogy hova tud vezetni ez a, a hisztis asztal csapkodás, meg a szenvedés, meg a, a, a halálos fenyegetések küldözgetése. Mert van az a pont, amikor egy stúdió már nem hajlandó negyedik után öt szörre is elhalasztani a megjelenést, aztán megjelenik egy játék, és utána meg azonnal nyászhatunk, hogy milyen lett a Cyberpunk. Tehát ott is azért. Bizonyos szinten másképp alakult volna a sztori, hogyha nem özönlöttek volna tömegével a halálos fenyegetések. Egyébként a tömeg van. azért jelezik, mert Úristen csúszik a játék megjelenése, utána meg Úristen miért adták ki a játékot, hiszen még nem tökéletes. Mondjuk szerintem a Cyberpunk esetében sokkal inkább befektető nyomásról lehetett szó, de az tény is való, hogy, 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 hogy el kell jutni oda. Szerintem a teljes iparnak, hogy a kommentelő az nem egyenlő a vásárlóval. És, és a kommentelőnek nincs mindig igaza. Tehát nem kell, nem kell izé community Leszta. managerként vágódni magad, amikor nulla érdektelen emberek ugatnak össze-vissza a neten, mert, mert, mert ez a vége, hogy, hogy, akkor így, így próbálsz mindenkinek megfelelni, és a végén senkinek se tudsz megfelelni. Igazán, a, a és a helyet, na, mindegy, én nagyon biztos vagyok benne, hogy úgy, ahogy az első God of War is egy, egy, egy kész remek műként érkezett mert hozzánk. Én biztos vagyok benne, hogy akkor fog megjelenni a God of War folytatása, amikor az méltó lesz arra, hogy elén kerüljön. És ebben biztos vagyok, hogy, hogy, nem fogunk benne csalódni. Tudom, hogy én vagyok, aki mindig szereti igen. hype a dolgokat, de, de ezt gondolom. De ez is olyan, hogy érted, hogy mondtad, hogy befektetői nyomás, igen, a befektetői nyomás meg azért születik meg, mert mindegyik cyberpunk halasztásnál bezuhant a részvényárfolyam. Illetve, bocsáss meg még annyi, hogy a, a Cyberpunknál még egy különlegesen nehéz helyzet volt az ugye a CD Projekt Red számára, hogy ott ne felejtsük el, hogy állami támogatás is volt ö, az egész metódusban, aminek nyilván volt egy projekt ideje, ahol teljesülni kellett. Fogalmam sincs pontosan, hogy ez ilyenkor mi köti egészen pontosan a céget, de biztos vagyok benne, hogy ott van ilyen ütemterv, ami, aminek el kell készülnie, és ez nehézét tette a dolgokat. Ö, persze, Viszont akkor... Persze. Viszont akkor, csak bocsánat, ha nem, nem haragszatok. Nem, hogy haragszatok kire... is kommunikálhatták volna. Tehát, most, ha, csak erre válaszolva, akkor, 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 viszont meg fakítás helyett kiállhattak volna egyenesen, és például mondhatták volna azt, hogy akkor ez most megjelenik. Itt még lesznek ezek a problémák. Bizonyos dolgok, amiket ígértünk, még nem készültek el, de ezeket folyamatosan pótolni fogjuk, és akkor így is, így is ez történik, csak így ugye fájdalmasabb módon derült ki. De ebben igazából... be kicsit más, kicsit más nyilatkozat egy héttel a megjelenés előtt, hogy meglepően jól futnak a, az előző generációs Fed gépeken is a, a, játékok, és igazából a kész terméket látva meg az a meglepő, hogy egyáltalán elindulnak. Tehát Ilyen szempontból meglepő, csak nyilván nem erre számított mindenki. De Kanyarodjunk, kanyarodjunk vissza a Sonyhoz. Menjünk át a Horizonra, srácok, mert én azt gondolom, hogy az még a másik olyan nagy dobás, ugye a, a legalább arról most láthattunk egy, egy, egy elég lenyűgöző gameplay videót. Én nagyon-nagyon én, én én, én kevés olyan játékot láttam, ahol a harc ilyen iszonyatosan profira reszelve, filmszerű élményként gameplayben mutassa meg magát, és nem, nem t nyomogatva, hanem, hanem rendesen irányítva a dolgokat, érzem azt, hogy egy filmbe vagyok, és én most megint megbirizgált ez az érzés, és én, én iszonyatosan várom, hogy, hogy, mit tud adni a Horizon, de én azt gondolom, hogy egyébként semmi újat nem kell adnia. Tehát, hogy ezt ez egyszerűen csak tovább kell vinni a történetet, ahogy, ahogy látom, a gameplay is egy nagyon-nagyon hasonló elvrendszer szerint fog működni, mivel ez a kis repülő ejtőernyős cucc, amivel lehet glájdolni, az szerintem zseniális. Nem tudom, ti mit gondoltok, vagy, vagy mit reméltek. Már látom készen a Fortnite pakkot egyben. <laughs> Tényleg. Hát na van, van benne Eloy, nem? Közben ezzel gondolkodtam, én hogy nem, ez nem, nem van tudom, is. ezt te követett lehet, hogy már ezzel repül, lehet, hogy már ezzel repül az Eloy a, a Fortnite-ban. Nem, én már hát, én nem, nem nem lehetett az, folyamatosan. Két szezont lehúztam, az, ez elég volt. Én most nagyon dilemmá vagyok, de a, a, ugye utolsó hét van a suliban, és hát nagyon hosszas vacilás után leigazoltam a gyereknek egy szabadnapot a új szezon indulása napjára, és most nem tudom, hogy nem is jó fejszülő voltam, vagy végtelenül felötlen szörnyű szülő, úgyhogy majd az idő eldönti. <síl> <síl> Dilemmás, lassan dilemmás. azt olvastam, hogy a Superman skint nagyon lassan lehet kifarmolni, úgyhogy muszáj. Még két napot. <laughs> lehet. Na, szóval... Na, na, ami nem, amit kitörögetem, azt mondom, is. A, csak ezt akartam mondani, hogy, hogy én szó szerint így gondolom, hogy, a, hogy a, a nekem, hogyha ezt folytatják, van, van néhány játék, a God of is így vagyok, a zelda is így vagyok, a Breath of the wild -a és a Horizon-es, hogy nekem nem kell semmi flint Franc. jó, egy-két új feature-fegyver, egyefen, de, de időt ne húzzanak vele, az beltehetik, de ha plusz három hónap, akkor nem kell. Csak folytassák és kész, mert tudom, hogy jó lesz. Nyilván nem ez alapján csinálnak játékokat fejlesztni, hogy az mazúr mit gondol a világ túlsó oldalán, de ilyen szinten bízom benne, hogy nekem ez a játék, ez, ez, ez nagy élmény lesz, ahogy, ahogy az előző is az volt. De nem hiszem, hogy el tudnák rontani, ha akarnák sem. A sztorira kíváncsi az, mert a sztori kivételesen jó és izgalmas volt, főleg uh, ugye tőlük uh, előzmény nélküli a, 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 az ő könyvtárukban egy ilyen jó történettel megtámogatott játék. Hát remélem, hogy most a folytatásban is a, sikerül azon is csavarni egy jót. Mondjuk ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy az, az, az első horizonnak egy meghatározó eleme volt a, a, annak a felderítése, hogy tulajdonképpen mi történik körülöttünk, és mi ez az egész világ. És ugye most, hogy ezt már értjük, meg gyakorlatilag megvan a setting, hogy hogyan is alakult ki ez az egész történet, nagyon érdekes, hogy vajon, vajon tovább lehet-e vinni, de hogyha visszaemlékeztek, a, a Frozen Whites az volt a kiegészítő neve? Igen. Mm -hmm. A, tehát a, 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 már annak a sztoria is egyébként szerintem tök jól megmutatta azt, hogy nem kell feltétlenül óriási rejtélyeket még belerakni a történetbe. A Frozen White úgyis baromi jelvezetes volt, hogy már nem kellett kutakodnom mindenféle óriási titok után, meg megfejteni azt, hogy mi történik. Szóval, hogy ezt így ki tudják bontani, akkor hajrá, barom jó lesz. Biztos vagyok benne, ez a, hogyha ezt a hangulatot tovább tudják vinni. Meg egy kicsit, kicsit talán egy grandiózusabb, csata, mint ami az első végén volt, azt az én lelkem elbírná. Az... kicsit jobb mellé Igen, én igen, és talán egy kicsit az... jobb. Ott, ott, ott Jó, azért volt, uh... ott voltak, gyengébb eresztések a, melléküldetéseknél, a, a, mellék a, a vinyogó hát, hogy jaj, jaj levettem magam igen. a szikláról, nem vettem meg, tehát hogy ott... ott né, 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 De né, mellék, azért, azért lássuk be, hallott. lássuk be, hogy melléküldetésekben azért open world játékok nagyon-nagyon-nagyon kevés az, ami azt tudom mondani, hogy tényleg konzekvensen meglepő dolgok voltak. mert szerintem erre azért nyilván volt egy nagyon nagy áttörés a Witcher, de a Witcher megjelenése óta egyre komolyabb hangsúlyt fektetnek meg szerintem erre, és egyre többen próbálok... Meglepő módon erről pont múltkor... Bocsánat, meglepő pont beszéltünk erről a Valhalla kapcsán, hogy a Valhallának nem azt mondom, hogy jók a World de akad köztük pár egészen meglepő, és, és nagyon egyedi. És ez annyira szeretem, a amikor egy játék, a Prodigy is, hát az zseniális volt, hogy szeretem, amikor egy játék meg tud lepni egy, egy egészen érdekes, kis, kis fura, újszerű mellékküldetéssel, ahogy elgondolkozok, és hogy... nem is mellékküldetések. Ez... Igen, ez igen, igen, Kisebb, még kisebb szelet az én kis de, üventek, igen. éventek. Mit gondoltok, a, mit gondoltok a Last of Us Uh, lehetséges, vagy lehetséges, mert nem lehetséges, de hogy multiplayer oldaláról ér, érdemes erre energiát fordítani? Vagy én nem tudom, én azóta se értem, hogy Last of us minek kell. Én músti. nem játszottam az első rész multijával, de sokan szeretik. Én sem. Egészen elképesztő hogy mennyire imádom, és kétszer végeztettem az alapjátékot. És én nyitottam annyira nem volt igényem rá, meg nem, nem, is, nem is nagyon érdekelt. Most én az Uncharted mert mert Multit néztem. próbáltam, de, 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 az Uncharted Multiból kiindulva én nem érzem azt, hogy az a, azok a gameplay mechanikák, amik meghatározták a főjátékokat, és akkor itt most egy kicsit a, nyilván a Naughty féle ö, főjátékokra gondolok. Ö, én nem érzem, hogy, 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 hogy ezek olyan, olyan hihetetlenül erősek lennének, vagy nagyon jól működnének. Ennyire orientált, meg akció, jó, ilyen, ilyen egy játékos akcióra orientált játékban nekem, nem tudom, hogy a multi hogy sülhet el. Hát kíváncsi leszek, mert azért minden, amiben van ilyen zombi-szerű az azzal nekem kell játszanom. Meg ez standalone lesz. Tehát, hogy itt, itt azért még nagyobbat kell korítani, hogy, hogy ez egy különálló játék lesz, nem csak egy, egy alapvetően zseniális single player játéknak a, a multiplayer módja. Én látok benne fantáziát. Én sem játszottam soha a Last of Us multiával, de láttam olyanokat, akik igen, és hogy így ott a Last of us azért sokkal hangsúlyosabb, nem tudom, a kraftolás, meg, meg az egy kicsit survival játék is egyszerre, nem csak ilyen ö, fáról lengedezve gépfegyverrel lövöldözés, mint az Uncharted, legalábbis amennyire én ezt ki tudtam venni az alapján, a fél óra alapján, amit láttam belőle. Szóval én látok benne potenciált, mert, mert van most igény az ilyen kicsit kraftolós, kicsit túlélős, játékokra, és tök jó lenne, ha, ha lenne végre egy rendes PVPVE játék, ahol, ahol igenis ez ki tud teljesedni, és valami olyasmit, akár én el tudok képzelni a of Us világban, mint ami a, a húd akart lenni most, hogy van két csapat, akik hasonló célokért küzdenek, de közben vannak ott ellenfelek, csak nem buta katonák vannak páncélban, hanem két túlélő csapatnak kell az utolsó babkonzervet megszerezni a klikkerekkel teli áruházból. Szóval, hogy én, én egy ilyet tökre el tudok képzelni, ahol tényleg a csapatjáték fontos, meg, meg van szerepe az AI-nak, meg igenis össze kell dolgozni, csak ezt nyilván nem könnyű összerakni. Viszont az, hogy Last of Us remake-et mi a tökömnek Te egy előre pletykálnak. Csinálna bárki, én, én ezt, 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 nem tudom bedolgozni. De most azért nyugtassatok meg, szerintetek ugye azért ez ebből egy trilógia. Mi még egy annól a, 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 már, már azt mondták, hogy a, a vázlat megvan a, a harmadik részhez, tehát még nincs megírva a teljes történet, de hogy mit akarnak elmesélni, az megvan. Azt nektek meséltem, hogy szerint az én fejemben mi a forgatókönyv? Vagy én bele menjünk bele inkább? Szerintem ne, nekem is van egy elméletem a sztorirán egyébként. Jó, hogy hogy akkor ezt meghagyjuk. Ezt... Azt hiszem, mert talán volt olyan műsor, ahol erről beszélgettünk, zseniális a... ötletem van, leírom egy fiókba és... Podcast, nem más. Igen, az volt? Igen. Akkor, az volt. akkor bocsánat, már rosszul emlékszem. Jó, ö... és Uncharted időt. az az még korán van, nem? Hát, szerintem ott is maximum még a tervek lehetnek meg. Én hogy 23 előtt kiadna bármit. én egy, én, fogtok, én egy Jack and t megnéznék a Naughty dog És Most annyira rácsúsztam a, a, és eszembe, a cikk elején is, hogy, hogy naszagiáztam azon, hogy milyen az első találkozásom vele, hogy teljesen furcsát ezt a kívülről gyerekesnek tűnő, de közben meg a maga belső világában teljesen helyén való jó szeretném a karaktereket, és na, és aztán nem sokkal később meg rátaláltam a Jack and dexter és ugye hát azért az is Naughty Dog játék volt, és nagyon-nagyon élvezetes, nagyon vidám játék volt, ami most ugye elüt az érfelvágós disztópiától, de nem bánnék még ilyen vidám játékokat, mint a Recsit volt, ilyen feel-good vibe ez jó, jó ez is kéne abszolút egyetértek, és ugyanilyen klasszikus érából én az képet is föltámasztanám. Én azt nagyon-nagyon szerettem a maga idejében, egy rettentesen aranyos játéknak gondoltam, és annyira el tudnék képzelni egy, egy érdekes rebootot belőle a mai, mai kor igényeinek, de hasonló ilyen, ilyen könnyedséggel. Jó lenne, hogyha Sony előszedni ezeket a, ezeket a régi klasszikus jó hangulatú platformerszerű igen, játékait. mert egyébként látszik, hogy, meg tudnak újulni, meg most ott van a kezükben a lehetőség az új kontrollerrel, meg mindennel, hogy ezek innovatív játékok legyenek, amik kihasználják a next-generejét, és ne csak grafikailag legyenek szebbek, hanem, hanem igenis letegyenek egy kicsit többet az asztalra, és amellett, hogy, hogy gyermekiek, meg, meg meseszerű grafikájuk van, azért átadjanak egy valamilyen üzenetet, meg legyen mondani valójuk, és ebben szerintem tök jók a Sony játékok, és nem feltétlen kell nekem ilyen remegő kézzel felállni egy nagy drámai fináli után, hanem lehet ez egy kacagós nevetős, de közben mégis azt éreztem, hogy, hogy kaptam valamit féle játékot, hát ezeket tökre élvezném. A recsitben mint hogyha, mint hogyha nagyon tudatosan álltak volna most. Eddig is jellemző volt, hogy így a viccelődős, könnyed hangulatban néha ilyen nagyon alapvető, nagyon pozitív üzeneteket is átadott a játék, és most a Rift Apartban több, több, ilyen témában is nagyon ügyesen, nagyon elegánsan így érintenek, és pár mondatban nem, nincs túl liegve, túl húzva, de olyan klasszul foglalnak, összefognak meg ilyen dolgokat, hogy teljesen meg voltam lepve, mert azért Ennyire tudatosan, ezt még nem éreztem egy, egy recsit játékban sem korábban, hogy így rámettek volna erre, de most így éreztem el mögött a tervezettséget, és nagyon-nagyon jót tettek. Mondom, az egész játéknak egy ilyen elképesztően pozitív kisugárzása van, és ezekben a fura években ez olyan jó olyan az embernek. Még az új PSVR-ról beszélünk szerintem két szót, aztán gyorsan csapjuk át az ie ah, ah, És a Kenáról, ami a születésnapomon jön, a Kenáról nem beszélünk, azért megverekszem a bárkivel. A, Kenneth, a nagyon várjuk. Az a játék, hogy az valami én nem... nevetséges. Beszéljünk, beszéljünk mindenféleképpen, de akkor ezzel a lendülettel ragd minimum 15 percet, de lehet, hogy többel a, a, következő, de ezt nem viccből tényleg, hogy, hogy csúsztasd át, a, mert el, el, fog, el, fogunk megint csúszni, és ott várnak az emberek, a ja, Nem akarom mert az kicsit húzni az időt. Jó, nagyon, nagyon várjuk a kenet, maradjunk annyiban. Oké, okay, psv PSVR. Szóval várjuk. Én, én nagyon várom a PSVR-t, <laughs> és, van ma az úr pontosan tudja, hogy miért, mert reménykedem benne, hogy a végre a fénypisztolyos játékok reneszánsza talán egy VR köntösben visszatérhet, és ennyit tudok elmondani Vietnámról. Nagyon, nagyon szeretnék egy erős PSVR-t, ugye azt pletykálják, hogy egy kábeles összekötés lesz már csak a géppel. Ö, Szerintem egy kell lesz felbontás, nagy... felbontás, mert... Igen, tehát nagy felbontás, meg nem tudom, tehát hogy nagyon komoly dolgokat pletykálnak. Ugye a kontrollert láttuk eddig hivatalosan, rejtetesen kíváncsi vagyok, hogy miket hoznak pletykának arról is, hogy ugye már ismert címeket, vagy már jól ismert franchise-okhoz fognak valahogy hozzányúlni, azért a Sony ebben eddig is meglehetősen ügyes volt, hogy nagyon, nagyon jó, ilyen inkább tech demo, de, de jó című tech demókat mutogatott be VR-on, amivel, amivel azért meg lehetett fogni a nagyobb franchise-ok, -ok, vagy a, a már ismert játékok híveit. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezt, ezt így siker veszik Én nem hiszem, hogy a VR az, az, tehát nem hiszem, hogy sok ember majd a Resident Evil hetet akarja újra VR-ba nyomni, vagy az aktuális Resident Evil-t. Mert én ez már fél óra után... Azért a négyet, ami ugye elméletileg VR-ra jön, szerintem az, az egy húzó cím lehet a, a, az új PSVR-nál. Figyelj, ha megfelelő a felbontás is a Motion... Ideiglenesen PSVR exkluzív rezi 4. Ja. Figyelj, biztos, én, hogy kipróbálnám, én nem de, de, de ezt, a, ezt a Motion Sickness dolgot muszáj lenne valahogy megoldani, tehát nagyon remélem, hogy ezt így bírni fogják, de nekem nem volt olyan, hogy fél óra után ne izzadva, lihegve vegyem le a VR szemüveget. Remélem, hogy ezt sikerül megoldaniuk, és akkor oké, okay, benne vagyok, de azért én egy Resident Evil 4-et hátradőlve kontrollerrel a kanapén játszanék végig. Én, 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 én érzelmileg terhelt meg engem a 7 PSVR-ban. Sokkal jobbot volt a célzás, mert ugye ott aztán tényleg hajszápontosan lehet a fejmozgás miatt célozni. Ez az egyetlen pozitívuma. De olyan szinten esett ki a szívem minden egyes szörcsenésnél, meg mikor felbukkant egy ilyen izé, gyökérlény, meg, ah, oh, nem, tehát e, itt van az én határom, tehát én a, a nagyon szeretem a rezidentívülöket, pont jó volt az a riogatási szint, most a village volt, volt, aki mondta, hogy kev, kev, nem annyira ijesztő, mint a, a hetes volt, hát hála a jó Istennek, mert a hetes es az, 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 az már inkább az sok volt nekem az is, de de nem, ilyesmi, VR horrorban én soha többet nem megyek, semmilyen más horrorban, VR-ban Akarok én színfaktus kapni. Akkor ilyen? Menjünk az ilyére. A granturizma úgy, az, az úgyis is csúszni fog, úgyhogy menjünk az ilyére. Igen, igen, igen. Lop. Szerintem egy mondatba, bocs, egy mondatba pörgessük a sportjátékokat, mert titeket egyáltalán nem érdekelnek. Én meg csak annyit szeretnék elmondani, hogy legalább öt, de inkább többével várjuk azt, hogy végre jöjjön egy normális NHL, ami előrébb lép, és én ezt nagyon-nagyon szeretném, hogy most már akkor a régi motor elhagyását lépjék meg végre, kapjunk ott is egy normális story módot, és azért, mert senki nem csinál már játékot a világon, és azért az IE is csinálhat szart, azt akkor engedjük el, és próbáljunk most meg kicsit komolyabban. Szeretnek az emberek hockizni, és ezt vegyük ezt észre. Én is szeretem. Én Elnézést, nem... én nem... itt, itt, itt kaptam fel a fejemet. Hogy... Én nem... meg... Ez egy szép motto vagyunk. lesz, csirke. Amikor kint Így van. voltunk az EA Play-en, és uh, ugye ki vannak állítva a játékok, ki lehet őket próbálni, és mindenhez volt menő lút, nem tudom, a Medden, az ki volt rakva 30 gépen, és adtak, választhattál, hogy melyik NFL csapatnak a sapkáját szeretnéd, és úgy invitáltak be minket, hogy gyertek, itt van az aktuális Medden világbajnok, nem akartok ellene játszani? A Need for Speed-nél ki vannak állítva ilyen nagy széttuningolt, izomautók, és azokat megkerülve tudsz bálni, itt forsz pidezni, és az Enégel az meg két olajos hordóra ki van rakva, két kis monitor, és lehet játszani a 3V3 kavalállatos, nem tudom mit, és ilyen hiper kellemetlen volt. Tehát, hogy érted? Az andré kintült 8 uh, Csaj, és horgoló workshopot tartottak, meg mindent lehetett csinálni. Szerencsétlen NEGEL, meg két olajos hordó körül, így álltak a csövesek, tényleg melegedtek, hogy ez is van a de senkit nem érdekel. Szegény csirke! Szegény csirke! Téged várnak az olajos hordók Los Angelesben. Én a, a megidézném azért a paca szellemét, az, az két-négy esetleges előretörésével. Ő tudom, hogy biztos, hogy nagyon, sznégy. nagyon szívesen... négy, igen. Hogy ö, biztos nagyon szívesen próbálgatná már, meg ugye ilyen maximális Tony Hawk fanként. Biztos, hogy, hogy, ö, hogy... Szóval ez jó lesz, meg szerintem az két játékok nem voltak rosszak, nyilván a, ezt a stílust értékelni és szeretni kell. Én, engem azért ez a rajongás elkerült, tehát én egy fél órát ilyen elolízgatok ilyen fiú zavaromban, és akkor azt mondom, hogy aha, tök jó. Hát remélem, hogy, remélem, hogy jó lesz, és, és, és nagyon márom. Nyilván a sportjátékokkal egyébként most nagyon jól látszódott az, hogy, 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 a, a megújított motorokkal azért szépet ugrott a FIFA és a Medden is az új generáción. Kifejezetten Tükör, sima és nagyon szépen kidolgozott vizuális megjelenítéssel fut már. A, még én, én is rákaptam a, 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 Street fifára egyébként, tehát elkezdtem vele egy bohockodni, pedig hát aztán nálam, róla mindenki tudja a szerkesztőségben, hogy, hogy, hogy a FIFA az sose volt a, a kenyerem, inkább a már az NBA, de hát a NBA fronton meg az IE nem képes érdemben labdába rugni, én nem Igen, hiszem, ment. hogy ott elő, előrukkolnak nagyon így. live live de de Pedig hát... Most lehetne, mert látszik, hogy a, a 2K az tökre megy, de hogy egyre jobban tele van a töke az embereknek azzal, hogy mennyire pofátlanul csinálja ezt a 2K, és igazából minden meccs, minden szünetében lemegy egy effektíve tévés reklám, amit nem tudsz elnyomni, és nem tudom, hónai izzadságtalanítót, meg tököm tudja, mit reklámoznak, és közben meg 3 millió dollárt elkölthetsz a csapataidra, meg a nem tudom mire, szóval igenis tök jó lenne, ha egy tisztességes konkurenciát ennek állítan az j na nem abban, hogy ők még több lootboxot raknak bele a játékba. Igen, de... azért nem a, ne a FIFA modellt fogjuk mondani. Arra, mert... Igen, akartam is mondani, hogy ha ők lesznek az alternatíva, akkor sokkal azért nem számíts. De hogy az például, hogy a, hogy a Konami elkezdte nyomni a Pest, és igenis elkezdtek licenszeket megvenni, meg igenis elkezdtek egyre jobb játékokat csinálni, az, az azért meglátszik, hogy a, a, Fifának is most már így kap, kapkodnia kell. Tehát, hogy gameplay-wise annyira erős a PES, csak nyilván nem voltak eddig licenszeik, meg nem költöttek ilyesmire, de most már látszik, hogy nagy klubok licenszeit megveszik, és nem tudsz a Juventusszal játszani a FIFA ban szóval, hogy azon a fronton tepernie kell az ilyének, úgyhogy ez tök jól ha NBA fronton is megismétlődne. Na és akkor ki látta a, be, a mostani Battlefield videót? Én még nem, meséljetek. Én láttam. erős volt. Lőttek, mint állat. Én egy jól nagyon picit nem tudom eldönteni. Nagyon, nagyon elszomorodtam, hogy nem láttam gameplay-t, nagyon meg vagyok lepve. Mármint, hogy nem Cs. úgy vagyok meglepve. Meg igen, nem, nem, úgy lát, nem úgy vagyok meglepve, hogy, 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 most minden áron egy Battlefield kampány lenne az én szívemnek a csücske, de, de azért azért a, nem, tehát hogy azért a, a, a szerintem az IE tudna jó, ha csak a Bad company -re gondoltok, vagy visszaemlékeztek a Bad Company részekre, én megőrülök egyébként, hogy nincs új, új Bad tehát hogy én azt, azokat a kampányokat iszonyatosan szívesen tolnám nagyon, nagyon élveztem, és nagyon szeretnék ilyesmi jellegű kampányt, a, de akár a Battlefield 3-nak a kampányára is azt mondanám, hogy szerintem az tök jó volt, a négy az nekem nem jött be annyira, de, de azért nem lenne rossz egy jó, jó, jó kampány alapú Battlefield, és, és, egy picit hiányérzetem van ettől, de hát ígérgetnek egy csomó módot, meg valami által veteránoknak való játékmódot, ami, véletlenül nem Battle Royale akkor, de hogy akkor pontosan mi. Én nem voltam retro múlt is, Battlefield múlt is, úgyhogy segítsetek ki, hogy szerintetek mi lehet, vagy ti mire tippeltek. Én sem voltam, meg, meg nem hát tudom, hogy én az, szóval, de... mi kettőre gondolok, de, de valami valami, hát ez igazából nem tudom arra, mi szükség lenne, hogyha az az, 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 tök jól fejlődött tovább is él a, a, Battlefield multiában, úgyhogy nem tudom, ez most konkrétan mit akarhat ez a veteránoknak szánt mód, biztos valami olyan variáns, ami valami korai Battlefieldben volt. Fogalmás Nekem a sencsi. Battlefield az... Hardline kettét akarok, más nem érdekel. Ezt mondjuk szerintem nincsenek sokan. Nem volt nagy siker a Hardline, de meg volt a maga a helye egyébként. Ez egy jó, hogy ez egy jó játék volt a maga módján. Fú, ez olyan, mint a szép a maga módján. Igen, érdekes az. Igen, tehát most nem, nem, abszolút nem bántanak örömhez, ezzel, nekem sem e, volt a szívem csücske, de, de teljesen megértem azt, hogy a katszál, az, az, az oda van értem, mert... Hát, mert hol van még olyan, hogy így, nem tudom, veretsz körbe az SUV-val, szól a rádióból, dübörög a whoop-whoop, son of the police, és így hajolva, és így egy így hogy ver a többieket. tehát ilyen nincs máshol. Máshol nem Vívské? Ezt szkállít, csak a rendőrök csinálják. Igen, ez csak a um, és igazából ennyi az ilyen? Nem. Csak nagyjából hát ott van de. még, ott van. Igen. Hát ott vannak még a, még a rebesgetett dolgok a kedvenc csapatunktól. Tehát én a, én Respawn az egyetlen az EA farmon, aki, 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 akit megsüvegelek bármikor. Jó, de ők még semmit nem fognak mutatni, megint ilyen kellemetlen vinzampellás bejelentést. Az, az teljesen biztos, hogy idén, meg ezt ki is van mondva, hogy idén a sportjátékokon kívül az IE csak és kizárólag az új Battlefieldre koncentrál. Minden más, amit esetleg itt megvillantanak, az a jövő, de, de az a jövő az lehet attól még nagyon szép, és ha Respawn akár egy Titanfall 3-at, akár egy Fallen Order 2-t hoz, akkor én azt, azt, azt azonnal akarom. Tényleg ez egy csodálatos csapat, és eddig nem csalódtunk bennük, ugye Mazur? Így van. Hát mennyit piálnak előtte. Ez a Fallout Order bejelentés, ez... Az... Nem is tudom. Az, az a legkringyebb dolog volt ever. Játék történelmi fejezet. Na, nem hát ő... volt a játék, tehát azért az utóbbi tíz év ja, legjobb hát... Star Wars játéka. Így ez az expectation managementnek a igazi mesterfoka. Igen. Egy ilyen pehelyet, mire számítasz? Bejelented a bimbamborozóból, Igen, a Igen. és te nem meg leszakítja az arcodat, olyan rohadt hogy jó játék. Lesz be, le, lesz be fake fénykard. Lesz. Istenem. <laughs> Na jó. Jó, és uh, akkor bezárják-e a Biovert idén? Bezárják-e? Miért nem zárnak nem be? -e, de ez az utolsó kék? lekapcsolja a ott még nagyon-nagyon távoli szerintem a távoli a, a Dragon Age 4, és nagyon-nagyon távoli a, az új Mass Effect. Jó, akkor bezárják-e az i vagy a bioware a következő játékok után, akkor így kérdezem. <gül> <De> <gül> hát. Nagyon remélem. A kérdés, a kérdés jó. <gül> <gül> Gyerekek, én, én ezt most múltkor is elmondtam, de de a, annyira bele tudtam szeretni az új, már mint a, a, a Legendary miatt az, a Mass Effect-be, és egy, és egy, olyan, olyan nosztalgia hullámot élek át azzal, hogy, hogy, hogy az asszony játsza, hogy azért, azért, elkapott az a gondolat, hogy na most jó, akkor most végig ezen az egész trilógián. Én ugye be se fejeztem, tehát én a hármas nekem kimaradt, és valahogy mindig úgy elment a kedvem. Most nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon szeretnék végigvenni rajta, de, de, de nagyon érdekelne, hogy, hogy mit tudnának most kihozni. És hogy, hát, és hogy majd, majd, már majd hát nem tudom. Még jó lenne. Az valahogy, valahogy a mojóját elvesztette a Bajoverben évekkel ezelőtt, és, és még egyszer ezt a szintet valahogy meg, meg is közelítsék, azt, 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 azt nem, 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 tudom Már képzelé. egy teljesen új gárdával, tehát ott azért már senki nincs, aki, aki csak ismerte a, az alapembereket. Hát ez még, ez de... még nem is lenne feltétlenül de te még nem lenne arra kárhoztatva, hogy, hogy, olyan full érdektelen utánlövéseket gyártsanak. Persze, persze. Most az alapvetően nagyon örömteli, hogy elméletileg az IE elengedte azt, hogy a, Dragon Age 4 is valami ilyen nagyon live service alapú éveken át támogatott és utána végtelenül kellemetlen láték legyen, mint amiket már láttunk tőlük, ha ez, ez tényleg ezt a vonalat kicsit tudják pihenni hagyni, és kapunk egy nagyon jó single player játékot, vagy akár csak most már tényleg a bioware egy elfogadható single player játékot, akkor szerintem az már már egy, egy fontos lépés lehet a, a light side felé. Most Dragon is az meg azért egy olyan, olyan brand, aminek még mindig nagyon nagy a, a rajongótábora én nem követem most a Casey hadzon, ő most ott dolgozik, vagy nem, vagy megint ott. Elment, megint nem. elment onnan. de elment már háromszor, hát mit, két éventől visszajön. <laughs> Valami de most nem, 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 nem megint, nem, nem, nem tudom, nem erre az RSS-re, hogy, hogy van -e nem még, de... Hol dolgozik éppen. Ja. ez utolsó, amire emlékszem, az ott hogy elment, de mindegy, mert... Ja. Tavaly decemberben, hmm. akkor lépett le másodszor. És megmondom. Hát az idén, idén, ki tudja, ez visszaosont. Na jó, hát mindegy, hagyjuk ezeket a negatív gondolatokat hátra. Hát ha. A egyéden 2-t is tudját, tudnék fogadni egyébként, ha már erről. Ha, oh, ha, 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 ha ha már álmodhatunk érted, akkor mondjuk én álmodnék egy ilyet. Az Andrévelesek nem fognak semmit bejelenteni idén még, ugye? Szerintem nem, viszont a, a lesz a, a Lost in Random, ami szintén egy ilyen EA Original játék, egy ilyen kis fantazis, stratégiai elemekkel kevert kis móka, ami, ami lehet nagyon izgalmas. Szerintem ez egy tök jó, hogy a, az EA indította ezt a, az Original brandet, és eddig csak rohadt jó játékokat ö, kaptunk benne, tehát ott biztos azért nagyon erős a, az előszűrés. És azt ugye azok csinálják, akik a Fate, az első ilyen, ilyen original játékot. Hát ez nekem nem jött be Pedig, ah. pedig uh, mi volt az a plecsnis, matricázós, túlvilegó játszódó játékuk? No, nem emlékszem. Ilyen nagyon, nagyon egyedi, nagyon látványos karikatúra szerű grafikája volt, ezt szerettem. De a, a Fate az nekem annyira nem jött be. Um, jó, mindenkinek nem mondok semmit, mert sok pozitívet nem tudnék hozzátenni. Legyen, legyen, legyen ott valami jó még, igen. És akkor szerintem így az éj az, az nagyjából, nagyjából, ennyi, amit mer, mert most... És ilyen az el az el az el az elméletileg... Röl... Hát jó, ez még nem, de hogy ö, szerintetek ilyen Need for Speed mi, mi, lesz? Hát ugye halasztottak, az volt az, az volt az, utolsó, hogy készül, de halasztanak. Ö, megint kérdéses, hogy azt a vonalat akarják-e ami eddig ment, és szerintem az is egyre kellemetlenebb. Hogy szar, ne tolják. Igen, igen, nagy, nagyjából, nagyjából így lehetne körülni. Uh, egyébként szerintem a legutolsó, mi volt a neve? A Isten... Tessék? Na ennyire volt mi jó játék, volt ott ott? hogy a nevére sem, sem Jó, de nem emlékszem a nevére, de ettől hát még szerintem egyébként nem volt... Payback volt a az a utolsó. Nem, nem, a, a híd volt, volt, a payback az, az egy rakás szar volt. A hit az egyébként szerintem annyira nem volt rossz. Ö, Két szóló bókukat. Hát jó, nem, nem az, ér, tehát hogy hát Forza, Gran Turismo, és akkor... Jó, 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 jó. persze, de most Minek egyébként tényleg kizárólag... az ak, új kizáról... Azt mondja meg valaki, Burnout kell nekem. Kit érdekel itt for Speed? Hol vannak a Burnoutok? -ok? Hát... Nem, de mindegy, csak pont ezen elgondolkoztam, hogy mi lenne, mi lenne, a jó Need for Speed. Egyébként minek kéne lennie, amikor, amikor próbálták a kritérium vonalat erőltetni. De pont a kritérium próbálta a Need for speed és nem ment, és nem jött be ez, de, a, ez a dolog. De nyilván egy burnout éne, kéne. Értem. A vaj, vagy nem tudom mikor, mikor kirakták, hogy Twitteren már meg lehet osztani gifeket hanggal, vagy volt valami, nem tudom, ilyesmi, hogy végre hangot is le lehet játszani a nem tudom milyen Twitter dolgokban, és kiraktak egy underground logót, az underground menü zenével, és így megőrült mindenki, hogy úristen, jön az... A... Nekem nem kell más. Egy underground remake, vagy remaster, ugyanaz Lil Jon reppeljen a menüben, és... Jöhet ja, ugyanaz az gond, a rózsaszín zseliet útra. Skyline -t. Igen, pontosan. Tehát, hogy én annyira szeretem azt a játékot, uh, én az Underground egyet szoktam újra rakni, nem a kettőt, mert hogy nekem tetszik, hogy így nem kell itt szabadon autózgatni, hanem verseny, 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 verseny. Um, és hogy így én, én, azt játszanám, én azt megvenném. Gyerekek, más téma, egy kicsit, de a a, 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 az nem fog valamit csinálni, szerintetek? Hát azt beszéltük, hogy az még korai, mert hogy az It Takes az most jött még, um, úgyhogy szerintem ők majd, majd a Fares vérek majd jövőre mondanak valamit. Jövőre? Azért nagyon nekem nagyon tetszett az itt textum. Nagyon szeretnék valami. Nekem tetszik ez a vonal. Nagyon Szeret, szeretem ezt, hogy egy egészen újfajta élményt adva egymás mellé szorítanak, mert van egy, van egy nagyon kedves barátom, akivel most végnyomtam a véjautót, és, és én ugye tudtam a végét, és ő nem tudta, és hetek óta ti tudjátok a végét. Vagy kussoljak. Én tudom a végét. Hát, lehet, hogy van, aki nem tudja, úgyhogy szerintem ne, ne inkább ne. Írt körbe Jó, csak minden, a... esetre, minden esetre ő nem tudta a végét, és, és baromi jó a pszichológiája a játéknak, mert azóta is, ha beszélünk telefonon, vagy valami, fölemlegeti nekem, hogy, 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 mi történt ott, és aki, aki most kedves nézők, ha tudjátok, hogy mi a vége, akkor pontosan tudjátok, hogy, hogy, hogy miért hogy miért, de, de azóta is kapom az ívet érte folyamatosan. Úgyhogy uh, a, a, szeretem, hogy nyomot hagy az emberben ezek a játékok. Az Ittxtool az nem, vagy, vagy mi a, a, de az itt textú az nem a, annyira olyan úgy hagy nyomot, hanem az egyszerűen csak egy végtelen kreatív és, és nagyon, 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 nagyon okos játékmechanikákkal kitalált közös játék, szóval nekem ez, pont ezek azok, amik így annyira föl tudják dobni a játéken, mint baromi jó, meg most már recsit, most, hogy már megőrülök, hogy elindíthassam azt a játékot, és nagyon szeretném, mert most éppen arra vágyok. Ez hülye az úr, már, már mióta játszom. Um, másod, másodszor is végén érek mindjárt. Csirke, ki velem a konyhába? Szerinted is kázom az úr. Tök kász, hogy ő már így játszik ilyenekkel. Na, akkor... Na, szóval egyébként, nem, egyébként nem, nem tudom, hogy az ilyet Ilyétől még, még vártak-e bármit? Lehet, hogy ez most egy kicsit vérszegényebbre sikerült, mert hogy a sony meg még sokkal jobban elerett a nyelvünk, de most azon gondolkozom, hogy... Ne, nem hogy, lehet a egyesülni tenni, bocs, ez, ez, évről évre igen, év igen. volt. Hát, hogy a, 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 most a Battlefield, a Battlefield ről Battlefieldről szerintem meg gameplay nélkül egyszerűen képtelenség beszélni. Tehát Persze, így, az hogy... Meg így, vagy a, ő, az Xbox-nak a műsorán. Igen. Most az szóval, új formá egy szóval szerintem nagyon... olyan, hogy az egyikünk se tudna így túl sokat hozzátenni. Most már igen, náluk van a Codemasters, tök jó. Én ettől félek egy kicsit. Javán, ja? hát, de ez nem, úgy lesz ne, ne játsz az érzéseimmel. De De nem ezt lesz a stúdiót, nem? Hát tudom, azért az nem lesz, az, az, az szörnyű. szörnyű veszteség a világnak, és nekem. Hát az az még izgalmas, ne, szerintem, nekem hogy szerintem, hogy a, lesz, lesz -e még a, a Fallen Order, Key, Fallen Order kívül nagy i és Star Wars játék, vagy most már annyira tele van a töke a Lucas filmnek, hogy most megkiszórják mindenhol, mindenhova, mert azt ugye tudjuk, hogy a Jubi csinál. Hát, hú, most ez a kérdés, mennyire rúgták 20... el a pöttyöst? Hát 23-ig van? Valahogy úgy. A szerződés? A díl, igen. De az, az, a szerződés már nincs, tehát hogy azt az kezeld úgy, hogy nem, mert volt egy szerződés, ja, egy tíz évig exkluzív, ja. amiből kijöttek, hogy nem, srácok, mert egy szar, amit csináltak, úgyhogy mások Mindenki úgy kérteni. beszél erről, mint hogyha ez annyira jó díj lett volna, de most őszintén eh, iszonyat eh, matek van mögötte, hogyha egyszer a Lukasz ez felét lenyújja a zsének, akkor azért ki az, aki megmeri ezt reszkírozni? Tehát nyilvánvalóan ez itt a nagy, nagy kérdés, és hát ezért és nem véletlen, hogy, hogy a, a Old Republicban ott látták a, a kifutási lehetőséget, de, de minden más az ilyen, nagyon-nagyon jó, nagyon-nagyon kell menni egy ilyen egy, Star Wars játéknak ahhoz, hogy, hogy pénzüknél legyenek. Szóval... Főleg úgy, hogy az Old Republic az még a dél előtt indult. Ja, 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 de hát a, az más, mert ugye az elmond lehet tudni, hogy ha jó, akkor az hosszú távon azért az nyom, nyomtatja a pénzt. De bármilyen más játékot, azt, mikor így volt, hogy egy gubának a fejét, aztán azt vissza kell adni, az, az úgy nem olyan szexi. Nem mindig ez, ez a valami problémája. Majd lesz még valami mobiljáték szerintem, Csirke. Remek. Ugye azért azok, azért azok nem mennek ám szarul. Nyilván, tehát, persze, hogy, az is pénz. most itt nagy, nagy vonalúan megfeledkezünk, meg ugye divat eltartott kisújjal a saját pesgős poharunkat szagolgatva, hogy finoman fejezem ki magam, e, azt mondani, hogy hogy, 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 jaj, a mobilipar, meg minden, de azért megkockáztatnám, hogy a, a Firoz az, az, úgy fossa a pénzt, hogy, hogy azt se tudják, hogy mit csináljanak vele és egy végtelenül egyszerű és addiktív játékmenet mégis, és, és, és működik, és most az Isten tudja itt majd remélem ti kedves nézők, hogy bejátok azt... kommentbe, hogy mi van. Hát én toltam egy évig, indokarat. Mo mocsinak volt valami, volt valami. Hát, de a mocsi, a moci ö, sokkal durva, ebben. Hát én voltam a mocsi, lelkitársa, lelkitársa, csak én, én mit megálltam a parti drogoknál, ő meg egy ilyen mélyvénás heroinista lett ebből az egész játékból, és akkor... Nagyon-nagyon durvább már... Igen, nagyon tehát nagyon amikor dolgán. már üstösödött a lába, akkor én már ott hagytam őt, hogy jól jó, der. de... értjük, Jézus Mária. Jó, de mi Igen, volt tehát... a mobi játékkal? <laughs> Igen, mochi tényleg, tényleg, tényleg olyan szépen tudott, hogy egyszer leültem mellé, és leraktam a kis hónapok óta összeállított csapatomat, hogy na ez van, és megmutattam, és mondta, hogy jó hát igen, akkor kell egy ilyen X-finges osztag, és hogy akkor az ezekre a küldetésekre az a, a ilyen Rebel csapat, és akkor a Kylo Renre építsél egy külön crew és... és akkor visszamentem hát a, a, a mochi, keresni két volt, mert a... az megnyugtat a mocsi az benne volt, a, vagy szerintem még most is benne van, a legjobb magyar klámba, ahová csak akkor juthatta be, hogyha legalább napi négy órát toltad a izét a farmolást. És a mocsi ezt így ilyen, ilyen szégyenkezve, szégyen kezdve, de mégis valahol büszkén, ami, ami, nagyon nehéz, ugye ez a büszégyenkezés, kezés, Mondjuk nevezzük így ezt a, ezt a dolgot, hogy így, hogy így valahol tudja, hogy ez szociálisan szörnyű, és életviteli szempontból is rettetesen visszás, de mégis benne vagyok a legjobb magyar klámban, és nem is egy elhanyagolt a helyen. Tehát ő elmebetege volt ennek a, a, a dolognak. Nem tudom, vagy, remélem, rég beszéltünk. De, de, szóval, na igazából csak arra akartam kívülködni, hogy... Most mindenre hogy... rácsúszott, ugye a diablo is ez volt egyébként. Mondta egyszer, van egy tök tény, jó, ez, Hunter, ez egy Demon Hunter izé, buildje. Hú, mondtam, ma pont gondolkodtam, na akkor, ez a zöld szet, kéne, az a kiindulás. Mondta, ja, hát van már egy zöld itemem, igen. De hogy, de hogy az a zöld szet kell, az, a, az az első lépés a buildhez. Na jó, akkor a többit ne is mond Srácok, szerintem menjünk át a másik szobába hmm. beszélgetni még egy csomó dologról kíváncsiak, meg izgatottan várjuk a dolgokat. Én örülök, hogy most nem kell ilyen kínos presókat nézni. Nem kell most ugye majd ilyen kínos presókat nézni az ilyet hát, Megoldják. Biztos lesz. Hát szerintem azért nem engedik el ezt, hogy legyen, legyen cringe, ha lehet cringe. Jó. Cringe mi lesz. Akkor majd megint valami sims táncot végignézünk, srácok. Na, minden, minden néző, ti, akik itt felét. vagytok velünk, két, több mint 200-an lécér, gyertek át a, a, a velünk a másik szobába, és folytassuk a beszélgetést ott. Ottan fogjuk folytatni, de én még előbb elmondok um, pár fontos dolgot itt a nézőknek, de ti addig átmehettek a másik szobába, bár nektek nem kell, de én akkor elbúcsúzom még a nézőktől, és akkor um, találkozunk ott pár perc múlva. Szóval, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, reméljük, hogy tetszett ez az adás, perceken belül fogjuk folytatni. Um, egy másik streamben, ahol a Nintendo-ról és a többiekről lesz szó. Lesz még itt Square előadás, meg elvileg hoz valamit a Warner, meg mindenféle izgalmak lesznek, úgyhogy uh, ilyesmire lehet számítani. És nagyon szépen köszönöm a moderátoroknak is, hogy emlékeztettek rá, hogy uh, ha már beszéltünk arról, hogy IE uh, meg az IE Play ugye benne van a Game Pass-ben, akkor ne felejtsétek el, hogy a leírásban találtok egy link amire kattintva most mindössze 300 forintért lehet a tiétek nem egy, nem kettő, hanem három hónapnyi Game Pass Ultimate előfizetés, amivel ugye több száz játékot lehet pörgetni. Xboxon is, meg PC-n is, meg benne van a mobilos cloud gaming, meg benne van az Xbox Live Gold, úgyhogy multizni is lehet, és tényleg elképesztő mennyiségű játékot lehet ott tolni, úgyhogy ha még nem volt Game Pass Ultimate előfizetésetek, vagy volt korábban, de kihagytatok most legalább egy fél évet, akkor szerintünk ez 300 forintért, gyakorlatilag egy gombóc fagyi áráért, három hónapra több száz videójáték az egy kihagyhatatlan ajánlat, úgyhogy um döntsetek kedvetek szerint, és akkor perceken belül találkozunk a másik linken, amit megtaláltok a csatornán, meg egyébként a chatben is. Ha tetszett az adás, akkor dobjatok rá egy lájkot, like meg iratkozzatok fel, meg nyomjátok be a csengőt, és akkor kapni fogtok értesítést a következő videókról, meg live is. A héten még ugye csütörtökön is jövünk, meg pénteken is jövünk, meg a hétvégén. Élőben fogjuk közvetíteni az összes E3-as livestreamet, úgyhogy gyertek majd és beszélgessünk közben, meg végig együtt a különböző konferenciákat. Na de, most tényleg bucsán? és akkor percekemből folytatjuk a Nintendo streamben. Sziasztok!